Köszöntelek benneteket ezen a felvételen. Egy szív üzenet. Mit szeretne közölni veled, ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Az ő jelenlegi helyzetére itt ez a kártya utal, és itt látható egy tolvaj. Lehet, hogy valaki ellopott tőle valamit. De a kártyáknak mindig szimbolikus jelentése is van, fél attól, hogy elveszít téged. Az is lehet, hogy valaki rabolja az idejét, az energiáját, és kihasználja őt. A következő kártya utal az ő gondolataira. Itt látható a négyes szám, és az azt jelenti, hogy mennyire fontos számára az anyagi biztonság, vagy a biztonság a párkapcsolatot illetően. De ahogy látható itt a képen, ez a király uralkodik, és mások megajándékozzák őt, adnak neki valamit. Ez szintén arra utal, hogy itt nincs meg az egyensúly adni és kapni. Az egyik megkap mindent, a másik pedig mindig ad valamit. És ez azt jelenti, ugyanúgy, mint ennél a tolvajnál, hogy valaki kihasználja őt, parancsolgat neki. És most megtekintjük az ő érzelmeit. Itt látható ez a hölgy, és ez rád utal. Nála megvannak a vágyak, a remények és az álmok. És ő érzi belülről, hogy jóra fordulnak a dolgok, hiszen itt a csillagok szerencsét hoznak. Azt is tudja, illetve érzi, hogy ez a párkapcsolat, ez a találkozás nem volt véletlen, hiszen meg van írva a csillagképekben. Ő tudja, hogy van köztetek egy lelki kapcsolat. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Itt a tízes szám utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik. Itt láthatóak az érmék, és az jelentik az anyagiakat, vagy az ő munkáját. Itt valamit még rendeznie kell, lezárni valamit, és utána lesz egy új kezdet. Amire az érmék még utalnak, ezek a belső értékek. Te értékes vagy számára, de neki még rendeznie kell a saját dolgait, hiszen itt a képen látható, hogy vannak ilyen kellemetlen dolgok még nála, és ha ezt tisztázta, akkor itt lesz köztetek egy új kezdet, vagy egy új irány. Az lehet egy költözködés is. A következő kártyák arra utalnak, mit szeretne mondani, de nem mondja ki. Itt te állsz a középpontban. Kettőtök között lesz itt egy változás és egy hosszú út. Ennek a kártyának két jelentése van. Vagy azt közli, hogy légy még kicsit türelmes, amíg ő a jövőről beszél, a terveiről, vagy azt is jelentheti, hogy most itt lesz egy változás, és ez a hosszú út, egy hosszú életút
kettőtök között, amit ő tervez. A következő kártya azt mutatja, hogy mik az ő elvárásai, mit tetszik neki, mit tudnál nyújtani számára. Itt ez a kép jelenti az egész világot, tehát utal utazásokra, külföldi kapcsolatokra, egy idegen nyelvnek a tudására, de ha megnézzük ezt a képet, ez olyan, mint az istennő, ami földünknek az istennője, és az természetesen a természettel áll összefüggésben, ami rád vonatkozik, ez a kép azt jelenti, hogy legyen mozgás, kapcsolatok, és légy olyan, amilyen vagy, olyan természetes. A következő kártya azt mutatja, hogy mi a kapcsolat kettőtök között. Itt látható a szerelem. Tehát ő szeret téged, viszont erről beszélni kellene. Lehet, hogy elvárná azt, hogy te beszélj nyíltan érzelmekről, vagy úgy érzi, hogy neked vannak ilyen elvárásaid, és neki kellene a jövőről, az érzelmekről, erről a szerelemről, erről a párkapcsolatról beszélnie. Az lehet, hogy még idő kérdése, amíg ő nyitott lesz erre. Ami fontos ennél a kártyánál, az a szerelem. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!